Egy norvégiai kisvárosban, Sandnesben rendezték meg a csapat Európa-bajnokság első ligájának, azaz második vonalának versenyét. A magyar válogatott célja a legjobb 8 közé kerülés volt, mivel ez azt jelentette volna, hogy az átszervezés követően is benn marad a csapat a másodosztályban. Bár a nyíregyházi Bakosi Péter az országos bajnokságon kiesett, a szövetség kérésére rajthoz állt Norvégiában, ahol 212 cm-es eredménnyel a 7. helyen végzett magasugrásban. A mezőny az elég erős volt, Petivel megnéztük, talán erősebb volt, mint a Szuperligában. Peti a ranglistán 7. volt, végül is a 7. helyen végzett, tehát az időjárás az ugye északi ország lévén, hát 18 fok, eső, erős szél, tehát ez jellemezte végül is a 3 napot a versenyen. Nagyon gyorsan változott az idő, ettől függetlenül azt gondolom, hogy Péter hozta azokat a pontokat, ami kellett, 212 cm-t ugrott, mezőny is önmagához képest tehát sokkal rosszabbul ugrott, de a csapat szempontjából azok a pontok meglettek, ami kellett, ami reálisan Péternek hozni kellett. Pétert a körülmények nem zavarták a versenyen, viszont Achilles problémái miatt nem tudott 100%-os teljesítményt nyújtani. Jelenleg is sérülésre bajlódok, ami eddig nem tűnik valami fényesnek. Valamikor még a járás megterhelő vele. Kint a csapat Európa-bajnokságon az időjárás az tipikus északi volt, ugye 16 fok, szakadó eső általában, de igazából engem annyira nem befolyásolt a versenyen. Próbáltam odafigyelni, hogy a lehető legtöbbet hozzam ki, és ne sérüljek még jobban rá. Az edző szerint végül jó döntésnek bizonyult az, hogy a sokszoros magyar bajnok magasugró vállalta a megmérettetést. Amikor a szövetség felkérte Pétert, nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy egyáltalán elvállalja a versenyt, de végül is úgy döntött, hogy megbeszéltük, és azt mondta, hogy végül is el tudja vállalni, és hát elvállalja ezt a versenyt. Előre már volt egy MR vizsgálat, ami alapján végül is kiderült, hogy nagyon be van gyulladva az Achilleszín, tehát elég erős fájdalmai vannak, úgyhogy ettől függetlenül azt gondolom, ez a 212 cm ilyen körülmények között teljesen jó teljesítmény. Bakosi Péter még a Szuperliga és a csapatbajnokság döntőjében állhat rajthoz, azonban ha az orvosok nem javasolják a versenyzést, akkor Norvégiában véget ér számára a szezon.